A koronavírus megjelenése miatt az egészségügyi ellátás sem működik rendeltetésszerűen. Az elrendelt veszélyhelyzetben a rendelők, kórházak, reumatológiai kezelések korlátozásával sokan nem tudnak megfelelő ellátást kapni a mozgásszervi fájdalmukra. A lábjegyzet nagyon sokféle betegség kezelésében alkalmazható, ez már 50 éve ismeretes. Talán a legfontosabb terület a mozgásszerű problémák területén történik a lágylézer kezelésekkel. Ezen belül vannak az akut problémák, ezek általában sérüléseket jelentenek, akár a sportban, akár a háztartásban, horzsolások, zúzódások, inszalag, húzódások, szakadások akár, izomszakadás például, de vannak olyan krónikus problémák, mint a teniszkönyök, vagy egy sarokcsontgyulladás, egy sarkantyúnak a problémája. Nagyon sokat használják a sport területén, a sportsérüléseknél, és van egy másik óriási területe, az pedig a krónikus mozgásszervi problémák. Itt leginkább a kopásos, degeneratív betegségek vannak. Ez érinti a gerincnek a területét is, a gerinc degeneratív betegségeit, illetve érinti a porckopásokat, ebből leginkább a legtöbb az a térd, illetve a csípőkopásnál van, ahol mind porcot, csontvégeket regenerálni is lehet a lágylézer terápiával, emellett pedig az izületekben lévő gyulladást is csökkenteni. Ide kapcsolódik a krónikus izületi gyulladások, reumás izületi gyulladások, reumatoid artritis, amire szintén kiváló a lágylézer terápia, és nagyon régen ismert orvostechnikai engedélye háttérrel. A lézerfénynek igazoltan gyulladás csökkentő és fájdalomcsillapító hatása van, továbbá serkenti a gyógyulási folyamatokat. Kevesen tudják, hogy ez a technológia magyar fejlesztés. Az orvosi lézerek lehetővé teszik, hogy az otthonában mindenki biztonságosan és hatékonyan kezelje magát. Alapvetően ez az új eljárás pontosan ugyanazt a lézerfényt használja, mint amit az elmúlt 50 évben sikeresen alkalmaztak. A különbség az az, hogy a hagyományos lézerfény az nagyon veszélyes a szemre. Ezért nagyon komoly biztonsági óvintézkedéseket kell megtenni, mind a páciens védelmére, mind pedig a kezelő védelmére, és ezek miatt a szigorú szabályok miatt nem tudtak elterjedni. 2012-ben dr. Rózsa Károly, professzor, lézerfizikus, kidolgozott egy olyan optikai eljárást, amivel úgy tudta átalakítani a lézerfényt, hogy minden gyógyító tulajdonságát megtartotta, viszont megszüntette a szemre veszélyes tulajdonságát, így innentől kezdve ezt már nem csak az intézményekben lehetett használni, hanem miután az orvos megmutatta a páciensnek, hogy hogy kell egy kezelést elvégezni, a páciens ezt akár az otthon a kényelmében is meg tudja már csinálni. A light lézer, tehát a kis teljesítményű lézer a szervezetünkre egy serkentő hatást gyakorol, ami azt jelenti, hogy javul a sejteknek az anyagcseréje, könnyebben képződnek új erek, új hámszövet, és ezt az eljárást nevezte el biostimulációnak. 2012-ben kidolgoztak egy olyan optikai eljárást, amelynek köszönhetően a lézer otthon is biztonsággal használható. Ez egy új utat nyitott a mozgásszervi problémák kezelésében, mivel hogy a mozgásszervi problémákra régen használják a kórházakban a lágylézerterápiát, de nem terjedt el annyira, ennek az az oka, hogy 15 kezelést tudnak fél évente a társadalombiztosítás finanszírozásában adni, ez pedig a krónikus problémákra, egy krónikus izületi gyulladásra, egy kopásra, egy gerincdegeneratív betegségre, itt bizony igen kevés. 50-100-200 kezelés kellene, ez viszont eddig nem volt megoldható. Az újabb fejlesztési technológiákkal van már olyan optika, ami biztonságossá tudja tenni a lézert, és a lakosság is tudja otthon használni. Ez viszont egy átütést ért el a krónikus mozgásszervi problémáknál, azért, mert most már a lakosság, az átlagember saját maga biztonságosan otthonában kezelheti magát, nyilván megfelelő szakmai háttér és utasítás alapján, és ezáltal a rendszeres kezeléssel sokkal jobb eredményt tud elérni, hiszen a lágylézer kezelésnek, a krónikus problémáknak a legfontosabb dolga a rendszeresség. És itt saját magának egyszerűen egy rendszeres kezelést tud adni, és ez sokkal hatékonyabb lesz, és itt olyan eredményeket lehet elérni, amit szinte csak a külföldi orvosi irodalomban lehet találni, és itt Magyarországon már ez elérhető.